YouTube! Hello Vlog! Sziasztok! Visszatértem, letelt a pihenőm, és elkezdődik az új év. Boldog új évet kívánok mindenkinek! Szeretném talán azzal kezdeni, hogy elmondom, hogy hova tűntem el ennyire. Nincsen egyébként benne semmi extra, pihentem, katasztrofális volt az év vége. Gyorsan felzárkóztatlak titeket, és aztán kezdjünk is bele a videóba, mert... Nagyon izgalmas hét áll előttem. A december második fele az katasztrófa volt. Tudjátok, ez a karácsony előtti idegbaj volt az egyik. A másik pedig, hogy van egy kutyánk. Egy kis kutyánk, aki nagyon aktív, és nagyon jókedvű, és kikészít, de nagyon cuki, imádom. Ez igazából csak a panaszkodás része volt. Na de a másik fele. Képzeljétek el, bár mondjuk sokan ezt láttátok, kimentünk Erdélybe Bence szüleihez, és nagyon nagy szerencsénk volt, ugyanis kifele nem kaptunk karantént, ennek tök örültünk, és ez amúgy meglepő is volt. Viszont amikor jöttünk vissza, a legváratlanabb módon kaptunk hazafele 10 nap karantént. Ebben nem megyek bele, nagyon gatya voltam, de mindegy, 10 napig itthon ültünk, kivártuk a karantén végét, január 4-én vagy 5-én szabadultunk. És onnantól pedig volt az igazi pihenésem, amikor már tudtam kicsit mászkálni, kijártunk sétálni a kutyával, barbiékkal tudtunk találkozni, tehát egy kicsit aktívan pihentünk, ami nagyon jól esett, és most jön az izgi rész. Ugyanis Dezső Bence pár nappal ezelőtt felvetette, hogy ő kimenne Erdélybe pár napra videózni, nem tudom én micsoda, szeretnék-e menni vele. Egy bizonyos oknál fogva mondtam neki, hogy nem, mert ha karantént kapok, akkor az nem fog összejönni. Úgyhogy itthon maradtam, viszont volt olyan kedves az én férjúram, magával vitte a kutyát. Úgyhogy anya 5 teljes napra itthon maradt egyedül, és amellett, hogy az elmúlt másfél napot, majdnem 2 napot, már a hétfőt és a keddet, ma kedd van egyébként, végig takarítottam, és végig pakoltam, és nagyon elfáradtam, de végre tudtam olyan dolgokat csinálni, amit Olesszal sajnos nem tudok csinálni, ugyanis mindig a seggembe van. Most ezeket megtettem, több mint fél órát ültem a fürdőkádba úgy, hogy senki nem kaparta az ajtót, és nem akart bemászni mellém a kádba, úgyhogy ez is nagyon király volt. Emellett 3 teljes fejezetet elolvastam egy könyvből egybe, és senki nem akarta kiharapni a kezemből, és nem kellett udvarra menni pisilnie, úgyhogy fantasztikus napjaim vannak, teljesen kipihentnek érzem magam, és a legjobb most jön az egészbe. Nem sokára indulok Barbarához, ugyanis Barbara az utolsó vizsgáit teszi a napokban. Nagyon büszke vagyok rá, most fog végezni jogi egyetemen. Engem ért az a megtiszteltetés, hogy ma átmegyek hozzá, és kikérdezek tőle egy anyagot. Még fogalmam sincs, hogy mit kell tőle kikérdeznem, nem minthogyha ha tudnám, hogy mit kell kikérdezni, akkor jobban képbe lennék. De a lényeg az, hogy megyek hozzá, és arra gondoltam, hogy csak viszlek magammal titeket, kezdjünk bele ebbe az új évi videózásba, és kezdjünk egy vloggal, mert mivel is mással kezdhetnénk. Úgyhogy, tele vagyok egyébként ötletekkel, hogy kipihentem magam, tele vagyok tetvágyjal és dolgozni akarással, úgyhogy rengeteg videóval készülök nektek az elkövetkezendő hónapokban. Nagyon sok változást is tervezek egyébként erre az évre, viszont nem szeretném beharangozni, hogy miket, ugyanis általában, ha valamit beharangozzol, zók előre, akkor azok vagy félre csúsznak, vagy nem fogod megcsinálni őket, vagy nem tudom én micsoda. Úgyhogy mindegy, a lényeg az, hogy többfajta változást tervezek idénre, és remélem, hogy mindet végig fogjátok tudni nézni. Emellett természetesen, hogyha hazajönnek Bencék, akkor Olival is csinálok nektek egy videót, hogy lássátok, hogy mennyit fejlődött az elmúlt, nem tudom én mennyi időben, amióta nem láttátok. Nagyon cuki, nagyon nagy, nagyon ügyes. Úgyhogy pont most írt Barbie, hogy mikor indulok már. Szerintem elindulok Barbiehoz, és majd onnan jelentkezem nektek. Fogalmam sincs, hogy mit akarok mondani, a lényeg az, hogy induljunk el. Rebeka elindult hazafele. Nem maradtam túl sokáig, ugyanis tudni kell Barbie-ról, hogy a legrosszabb fajta vizsgázó vizsga előtti napon pánikol, de eszeveszett módon. Egy darabig tök jól ment, tanulás, viszont aztán elkezdett egy kicsit bekattanni. Teljesen bepánikolt rajta, hogy ő nem tud semmit, és meg fog bukni holnap. Abba maradtunk, hogy hagyom, hogy magoljon az utolsó pár órájában még ma este, és holnap fogunk találkozni.
Úgyhogy én elindultam haza, és otthonról jelentkezem nektek, de nagyon hideg van, és baromi lassan fűt fel a kocsi. Úgyhogy elindultam haza, és nem sokára folytatjuk. Itthon. Megnéztem két videót talán, amióta itthon vagyok. Most rájöttem, hogy nasizni van kedvem, ami nagyon nem kellene, de hát mit tehetnék? És nem tudom, mondtam-e már, de imádom az édes burgonyát. Úgyhogy... édes burgonya chips, yay! Örüljetek velem, falatozok egy picit, utána valamit még kezdeni kellene magammal, de nem tudom, hogy mit. Nincsen túl sok mindenhez már kedvem, nem tudom, hogy mi fog történni. Holnap bemutatom nektek, hogy mit tanultam, amikor a TikTok pozitív dolgot is mutat neked, az valami felülmúlhatatlan. Holnap ezt fogom megmutatni, ti körülbelül fél perc múlva fogjátok látni, úgyhogy tartsatok ki. Ki kell találjam, hogy most még mit csinálok, úgyhogy elköszönök. Lefekvés előtt szerintem még bejelentkezem hozzátok egyszer, de most megyek chipszezni. Lassan ráférne a hajamra egy kis színfrissítés, meg egy mosás is. Viszont azon gondolkozom, hogy egy jó ideje, lassan 3 hete, hogy parókát kellene feltennem. Rendeltem, képzeljétek el, egy rendes parókaragasztót, és ki akarom próbálni azóta, de még nem sikerült. Úgyhogy ezen kívül valamilyen nagyon-nagyon rózsaszín vagyok. Pedig élőben nem vagyok ilyen. Ő itt az új barátunk, több mint egy hete, tökéletes a bőröm, de hibátlan. És nyilván aznap, amikor elkezdek videózni, estére kijön egy pattanásom, úgyhogy hurrá nekem. Viszont, hogy ne ásítozzak bele az arcotokba folyamatosan, szerintem én most alszom. Megmutatom nektek, hogy mire szoktam, húha, második este, hogy erre fogok elaludni, de ezt néztem egész nap. Úgyhogy megmutatom, hogy mire alszom el, és holnap reggel találkozunk. Tehát jelenleg még megnézem ezt a részt, vagy legalábbis nézek belőle valamennyit, ez a Niki Tutorials Layers of Me YouTube Originals sorozata. Azután pedig ez fog menni, amíg elalszom, ez a David Letterman-nek a My Next Guest Needs No Introduction sorozata, ez Netflixen van. Nagyon jó, szerintem 4 vagy 5 részt néztem, hallgattam ma közben, hogy pakoltam, takarítottam, és ez a külön kiadás, ami leginkább a David Lettermanről fog szólni, és nagyon kíváncsi vagyok rá, mert eddig nagyon jó volt, úgyhogy amíg nem alszom el, addig nézem, hallgatom, utána holnap be fogom fejezni. De most megyek, mert 0:43. Jó reggelt, majdnem elfelejtettem hozzátok bejelentkezni. 1-2 órája már fent vagyok, és képzeljétek el, megjött az About You csomagom, amit nagyon-nagyon vártam már. Itt nem tudlak titeket megfordítani menet közben, úgyhogy gyorsan megmutatom, most kezdtem el éppen kicsomagolni. Tényleg nem jutottam sokáig, van egy baromi jó napszemcsink, végre csoszoghatok megint, és ezt nézzétek, Jézus, gyönyörű ez a cipő. Szerintem mire oda jutunk, hogy ez a videó kimenjen, addigra talán már láttátok az Instámon az About You Hold. Be fogtam segíteni. Ott lesz majd a nézni való, itt meg a hajtogatni való. Hello mindenki! Most voltam Bálintnál. Volt egy nagy beszélgetésünk itt a dolgokról. Elég régen tudtunk így összeülni és megtárgyalni a dolgokat. Elfelejtettem nektek videózni közben, nyilván, mikor nem felejtek el videózni. És most indultam el haza, mert holnap jön Bence, meg Olesz. Úgyhogy ki kell találnom, hogy mit szeretnék főzni nekik. Bencének főzni, Olesznek meg valami kis apróságot. Az utolsó pár mosást el kell még intéznem. Még mindig káosz van otthon. Már jobb, mint volt, de még mindig káosz van otthon. Szeretnék még ma videózni egy kicsit. Vettem már fel pár videót, de ma még szeretnék egy kicsit. Hányszor mondtam eddig, hogy kicsit? Úgyhogy ja, jól haladok, de haladnom kell. Szét vagyok esve. Észrevettétek? Nem? Pedig de. Kellene ennem, mert ma még nem ettem semmi. Úgyhogy hazafele ezt valahol megejtjük. Most van 2 óra. Remélem 3-ra hazaérek. Pont a Pest másik oldalán van Bálint, mint ahol mi vagyunk, úgyhogy... Na mindegy. Elindultam, otthonról jelentkezem, és folytatjuk tovább a vlogot. Hazaértem, megkajáltam gyorsan. Menet közben vettem hamburgert, és
megtáplálkoztam itthon. Most pedig a szódapatron gyorsan el kell menjek kicserélni, és veszek gyorsan húsít, amit Bencének holnap, ha jön haza, meg fogok csinálni, mert igen, ilyen kedves vagyok, friss homemade kajával várom utazó uramat. Inkább maradok így, mert a háttérben még mindig az 5 szárító és a 200 adag mosott ruha. Hajat kellene mosnom, tegnap paróka volt rajtam, tegnap szerintem nem is vlogoltam. Lesz egy öbátyú együttműködésem, amihez csináltuk meg tegnap a képeket, videókat. Ma fogok posztolni egy ma, ami nektek már régen volt, úgyhogy ha nem láttátok még a képeket, akkor lájkoljátok. Fogok posztolni egy képet, amit tegnap csináltunk, szerintem nagyon vagányak lettek, baromi jó cuccokat sikerült összeválogatni. Tegnap előtt teljes rend volt már a házba, és nem tudom, hogy ez mindenkinél így működik-e, vagy csak nálam van így, de mindig, amikor nagyon nagy takarítás van, akkor először sokkal nagyobb kupit csinálok, mint amilyen előtte volt, és csak utána lesz rend. Igen. Úgyhogy Rebeka megindul, gyorsan kicseréli a szódapatront, vesz húsit, és jön vissza, és folytatja pakolástakarítást, és hogyha kész vagyok ezzel, akkor megmutatom nektek a hajtogatást, tudom, hogy ígértem, és tényleg meg fogom mutatni, csak még mindig katasztrofális a gardrób helyzete, és nem nagyon jöttem még rá, hogy a Dysonnal hogy lehet vákumos zsákot kivákumolni, ezt még ki kell találjam, mert el szeretném rakni azokat a kabátokat, amiket nem használom. Úgyhogy, ja, van dolgom bőven, hogyha haladok valamivel, és meg tudom mutatni a haladási folyamatot, akkor jelentkezem. Eszembe jutott egyébként, hogy postára is el kellene mennem, ugyanis van itt pár csomag, amit át kellene venni. Úgyhogy menjünk el érte. Remélhetőleg nem járt le az idejük, mert nem figyeltem rá. De ezt most elintézzük! Jéj! És igen, azért videózok ennyire alulról, mert nagyon nagy kupi van. Na jó, hogyha tudom már, hogy milyen csomi jött, és a vásárlás után tényleg jövök. Kezdem feladni. Tehát akik egyedül élnek, mondják már el nekem, hogy az okniknak a párjai hova tűnnek. Tehát ez még mindig nem sikerült megfejteni, mutatom, hogy mi a helyzet. Mind páratlan. Itt még van lehetőség, hogy ott a párjuk, és koszosak bekerülnek a tisztákhoz. Tehát, hogy így... Közben egyébként Patricia Brightot nézek, nem tudom, hogy ismeritek-e, egy londoni youtuber csaj. Két YouTube-ja is van, az egyik az Beauty és Fashion, a másik pedig The Break platform, az a neve. Az pedig Finance és Budgeting tippeket ad. Nem tudom, hogy mondják magyarul, nem jutnak eszembe már a szavak ilyen későn, de a lényeg az, hogy... Az a csaj pedig egy 23 éves vállalkozó csaj, 3 vállalkozása van 24 évesen, úgyhogy ott van a példa. És közben mehetnek a zoknik. Hajrá! Újjászülettem. Mármint, hogy nyilván én is, meg a barátom is, mind a ketten nagyon jól érezzük magunkat, köszönjük szépen. Egy nagyon megérdemelt hajmosáson vagyok túl. Fürdés közben néztem egy kis Netflixet, lazulgattam, kielveztem az utolsó nyugodt fürdésemet. Utolsó simítások vannak már csak a házon, elő van készítve holnapra a kis kaja, amit Bencének fogok csinálni. Úgyhogy kicsit késő van, mindjárt 2 óra. Mondtam már szerintem egyébként, hogy kifejezetten éjjeli bagoly vagyok. Nagyon jót tesz, amikor korán lefekszem és korán kelek fel, viszont nagyon szeretek éjszaka fennmaradni, és valószínű, hogy most is ez lesz, még nézek egy kis sorozatot, közben pedig teszek-veszek, azért van még dolog, és holnap, remélhetőleg minél korábban Bencékkel együtt jelentkezem. Előtte valószínű, hogy fogok még jönni, mert van pár dolog, amit meg szeretnék mutatni, de most jó éjszakát, és holnap találkozunk. Ups, hát jó reggelt, csináljunk egy kávét, azt hiszem. Megint a gardróba, hol máshol. Végre jöttem megmutatni nektek, hogy mit alkottam az idő alatt. Amíg Bencék nem voltak itthon, hazaértek. Meglepetés, nyilván örültünk egymásnak, főleg Oli nekem, hogy látott. Nem tudtam videózni, de hazaértek, megkajáltak. Mindenki nagyon boldog, nagyon jól érezték magukat, és végre megmutatom nektek, hogy mi történt a gardróbban.
Ezt csináltam. Olyan büszke vagyok magamra. TikTokon van egy csaj, az a neve, hogy Folding Lady, ide bevágjuk nektek. Nála lestem hajtogatásokat, és képzeljétek el, hogy baromi sok helyet spóroltam vele, úgyhogy jelenleg így néznek ki a fiókok nálunk. Tiszta rendszer. Ez a Bence oldalán, és megmutatom az ő nadrágjait is. Tehát itt vannak Bence nadrágjai, eddig körülbelül 2,5 fiókba fértek el, most benne van mind egybe. És itt vannak a pulcsik. Igazából az volt a terv, hogy itt lesznek azok, amik a leghasználtabbak, itt pedig a kevésbé gyakran használtak, teszen annyira beleértem a hajtogatásba, hogy amit tudtam, azt ide behajtogattam. Úgyhogy igen, így nézünk ki. Tudom, hogy ez így nem tűnik amúgy olyan nagy dolognak, de higgyétek el, hogy az nagyon izgi, és nagyon hasznos is. Egy csomó mindent találtam egyébként ennél a csajnál, gumislepedő hajtogatás. Ez lehet, hogy kicsit túl sok információ, de hogy lehet tangát úgy összehajtogatni, hogy ne csúszson szét és gabajodjon minden össze a fiókba? Hogy lehet boxert úgy összehajtogatni, mint az üzletekben vannak kirakva? Úgyhogy nagyon örülök neki, szerintem baromi jól is néz ki egyébként, már csak szín szerint kellene rendszerezni őket, és akkor hibátlan lenne az egész. Úgyhogy ezt szerettem volna nektek megmutatni, nem tudom, hogy hasznos-e. Remélem, hogy igen, nekem nagyon bejött. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a vlogot. Elkezdek újra vlogolni, és most már egy kicsit rendszeresebben lesznek videók, úgy, mint pár hónappal ezelőtt. Hogyha tetszett a videó, akkor dobjatok rá egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengőikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat. És még egyszer köszönöm szépen, hogy megnéztétek. A következő videómban találkozunk. Sziasztok!